korrektség, őszintesség és az önazonosság. Tényleg szívét, lelkét beleadja, és át is tudja adni a másiknak. Én azt gondolom, hogy Szél Bernadett szuper képessége az, hogy az elveit a politikai haszonszerzés elé tudja tenni, és megtalálja az emberekkel a hangot. Példát tud mutatni az, hogy egy női politikus hogyan tud a mai magyar viszonyok között működni. Detti olyan energiát tud adni idősnek, fiatalnak, ami elképesztő. Igazságérzete fantasztikus, szeretete az emberek iránt. Mindegy, hogy szegény, vagy idős, vagy nő, vagy férfi, bárkivel olyan kontaktust tud teremteni, ami egyszerűen fantasztikus. Ezért tudok rá felnézni, mert rendkívül empatikus, végtelen energiája van, és nem ragaszkodik ahhoz, hogy mindenben egyetértsünk. Tehát azt gondolom, hogy olyan politikusokra van szüksége Magyarországnak, akik elfogadják a másként gondolkodást, elfogadják azt, hogy időnként dolgokról másképp gondolkodunk, és a célt, a közös eredményt, a közös döntést azt nem erővel, nem erőszakkal, hanem beszélgetések és kompromisszumok árán kívánja elérni. Nem az önérdek vezeti, hanem akiknek szüksége van rá, azokat segíti és előre mozdítja Magyarországot a munkájával. Inspiráló. Szerintem a pozitív hozzáállás az, hogy mindig a jóra koncentrál. Zárszóként ezt szeretném mondani önöknek, hogy igenis van jövőformáló erő. És az határoz meg minket, amiben hiszünk, és amiért tenni akarunk, és nem az, amitől félünk.